Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Doom harmadik része. Az ezzel részben megcsináltam az első epizódot, azaz az ilyen labor fejezetet, ahol a végén meg kell küzdenem egy ilyen két ilyen szatírral, aki alig bírtam elbánni velük, kemény fából frogták őket, de szerintem ők voltak így a fő bosszok, és aztán a Doomgár csak úgy meghalt, bekült a pokolba. Na, és akkor szerintem folytassuk akkor a második fejezettel. Ez ott a Shores of Hell. Hát, normál fokozat elég. Jó. Megkezdünk, ez már látszik, hogy nem ilyen laboros. Kinézete van. Aztán. Már jönnek. Jó. Folytott kereszt. Ez mi? A teleport. Jó lenne egy csoti. Ezzel csak így visszateleportálok. Inkább teleportálgatok, mint hogy itt liftezzek. Na, van soti. És ez mi? Jegy arra, hogyha ráállok, akkor sebzés kapok. Aha. Ez ilyen lávaszerűség. Akar lenni. Pusztulj! Így, de megsebzett. Nagyon jó kizene, hogy... Tü-tü-tü. A fenőket egymást tudik, hogy mi? Besegítek már. Jó. Az a kell, hogy nem lehet ugrani, mert ilyen platformokra simán... Én beszakadtam ott a padló. Na nézzük ez. Aha. És itt van az első titkunk. Megnézzük, itt négy titok lesz. Itt az első, és ezzel megvan a piros kulcs. Azt hiszem menjünk erre. Mert nem tudsz leugorni onnan. Beszorulj. Amíg ott futkároznak, én szépen intézem minden őket. Így. Időigényesebb, de legalább biztosan. Aha. És azt hiszem... Aha. Most nem tudsz láthatatlanban menni. És ide kell a piros kulcs, meg a kék kulcs is. A kék kulcsom még nincsen. De nézzük meg, ez hol vezet. Mi? Ah, tehát hogyha leeresztem ezt a platformot, akkor nem lehet használni ezt a teleportot. Azt úgy elbasztam, mert azt a teleportot kéne használni a titokhoz. De... Hát, ha van más út hozzá. Computer area map. Sőt, hogy mire van. Viszont az a kérdés, hogy merre tovább, mert az az ajtót bezárult. Aha.
el tudok jönni. Még ez is sem az, hogyha hozzáérek. Felejtje meg. Ó, oh, és itt van a kék kulcs. Nagyon jó. Akkor vissza. Ne jó lehet sprintelni, de azért milyen gyorsan sprintelek. Osztom mindegy. Mi ez a Cyclops démon? És viszonylag sokat is bír. Azért jó, hogy kifordulta bele. A gyomra. Ezt, hogyha megnyomom. Ah, leeszkék itt a lépcső. És ezt. Akkor megjelenik a portál. Igen. Ah, és akkor itt a vége. Na hát akkor újra kezdem. Tehát ha itt járunk, inkább csak ezt nyomjuk meg, ami itt van ez a falon, azt ne. Na itt van a második titkunk. A harmadik titkunk volt az, amit a piros kulcsra kinyitottuk, azt a kaput. És még itt van egy utolsó titok, ahol feltük. Ó, egy kokodémon, vagy mi a nem ennek? Basszus. Nem tudok közé ilyen szűk helyen menni. Lozzunk el! Na. Hát aztán tudom, mit ez a plazma van. Szóval ez az utolsó titkunk itt. Energy Cell kell hozzá. És akkor... Itt! Úgy szeret! Azt hitted már. Jó, minden megy. Gyűri, gyűri, gyűri. Na, látszik a pálya is így másod. Containment Area. Most meg fentről lefele haladunk. Mi a franc? Bekerültünk az IKEA-ba, hogy mindenhol ilyen dobozok van? Milyen hangulatos kis zene van itt? Ah, egy kapcsoló. Ezzel csak őket szavítottam ki? Ez mi? Berserk. És ilyenkor egy hitelem a dögöket. És elveszi a fegyveremet. Ez úgy kemény. Hát ez nem valami jó mód. Még ez egy sima élettöltő doboz. Becsapós. Ja, igen, ez a pályán 12 titkunk lesz, hogy örüljünk. Miért azokat megtaláljuk? És én megtalálom, hát... Beleőszülök. Főleg egy ilyen IKEA-s pályán. Hogy merre menjünk, de akkor menjünk erre. Hát csak vettek van tőle a pály. Mi itt a Führer volt ezerről.
menni. Úgy kell használnom a sima pisztolyt. Akkor az energy szert felhasználni. Nagyon ki fog szarozni itt. Csak az a baj, ez gyorsan elfogy. Hú, hát ez eddig a legszarabb pálya. Már csak azért is, mert Ikea. Na, ide kell a sárga kulcs. Hol vagyunk? Ezen kiigazodni. Borzalmas. Azt mondja, erre mi van? Hát szép pofátokat. Most komolyan... aztán nagyon jól lehet igazodni. Most sem tudom, hogy merre jöttem. Merre megyek. Ez káosz ez a pálya. Szó szerint. De vajon ki ne jöttem? Hogy... ez úgy néz ki, mint a kezdőhely, onnan jöttem. De ez közben mégse az. Én már össze vagyok zavarodva. Jó. Hát eddig csak erre a pályára tudom mondani, hogy jó szar. Ezt még kattognak. Csattogtatják az állkapcsukat. Megvagy. Akkor ez egy labirintus. Ráadásul még a titkokat is megtalálni. Nagyon könnyebb lesz megtalálni, úgyhogy nem lesz ellenfél. De akkor is. Ez borzalmas. Várjunk, erre mi van? Ez mi? Most lehet beaktiválni. Szerintem oda kell lesz majd a köpeny. És ez mi? Nem tudni. Biztos, hogy nem igazán hatásos ezek ellen, de jobb nincs. Mikor kapok már egy jó minigent? Jó. Aha. Jó, erre kellett volna jönni alapból. Ide kell a kék kulcs. Te jó ég! Ez tényleg egy labirintus. És elsőnek is akkor azt fogom csinálni, hogy ide jövünk, ezt a kapaját így megnyomjuk. Itt fel mehetünk. És innen megszerezhetjük a sárga kulcsot. Nem avatkozik közben senki, te jó ég. Ezen pályán kiigazodni.
sebb ez az orolt pisztoly. Hát ez már igazi túlélő horror. Milyen eltűnt az a szarház? Mi ott van? Telepunkáló módon, azt meg se érzik. Főleg ezek nem is dobnak lőszert, és csak ezek a tögök vannak. Jó. Na, szóval ott van a sárga. És szóval úgy kell rámenni, hogy így aktiválni kell a platformokat. Aha. Igen, így. És az első titkunk az itt található. Itt le kell ereszkedni. Így, mi? Jó sok armor, vagy mi az életpoti. És ezzel kiukadunk itt. Jó, és akkor innen menjünk. Bassza meg. Én felvettem. Így közben lehet váltani. Na szóval ide kell a sárga kulcs, ugye? Nagy nehezen ide találok. És akkor meg is van. Jó, és akkor ezeket így lehúzzuk szépen. Mind hármat. És itt van a... Baszta! Az egy lángoló koponya. De durván néz ki. És nekem mi jön? Lefejel. Persze 93-os játékról beszélünk, de tényleg maga a grafikája az lehengerlő. Nem hiába korszakalkotó ez a játék. Szóval ez a második titok, ez a harmadik, jó kis rakat lancsor, és itt a negyedik, szép egymás után. Következő titkunk az itt lesz, de be kell jönni. Ezt felhúzzuk, és akkor... Ó! Jó. És akkor ezt szépen lehúzzuk. És megvan a jó kis minigun. Következő titkunk az itt rejtőzik. Talán így a legjobb, hogyha a térképen bemutatom, mert egyszerűen... Megmutatni így nem tudom. Jobban. Itt ezt be kell aktiválni. És ezzel itt felszedjük a cuclit. Aztán eljövünk erre. Aztán erre kell menni. Igen. Itt a kijárat. Ugye még ezt... Oh. Ilyen csapdák is vannak. Aztán ide kell megjönnünk. Kis található egy titok. Ez a része, itt bemegyünk ide a sikátorba is itt. Oh! Hát ez tényleg titok volt a javában. Hagyjatok meg. Végtek. Na, és ez is egy titok volt. Még több? Aha.
most kijutottunk ide. És ezzel így van 8. És menjünk tovább, mert 9 van összesen. Tehát összesen itt 3-at lehet összeszedni, csak egyszerűen kihagytam, mert annyira egyben ez az egész. Jó, nem tudom egyszer megérezni ezeket, nem könnyen. És ha jöjjünk ide, ebbe a szobába, akkor itt a falon található egy kapcsoló, ezt meghúzzuk, ez lereszkedik, és itt van a következő titkunk. Aztán itt végigjövünk ezeken a részeken. És akkor ide be kell jönni szépen. És itt a titok. Egy jó kis fűrész. Akarjuk, használhatjuk. Aztán az igen, kilapította. Jó. És azt hiszem már csak egy titkunk van hátra, igen. Ez meg ott lesz szembe. Nem ereszkedik le. És itt a kék kulcs is. Nem tudom, miért nem ereszkedik le, pedig itt kéne, hogy legyen. Az a baj, hogy utána néztem, ez csak egyszer működik. Hát basszák meg. Tehát úgy kell ezt az utolsót felszedni, hogy ide állunk. Ide állunk, ott leereszkedik, és gyorsan egyből fel kell oda menni. Mert hanem akkor leszottad. Tehát ez csak egyszeri alkalom. Hát rohadjon meg, aki ezt kitalálta így. És hogyha nem érte oda időbe, hát akkor így jártál. Szóval én bemutattam, én nem fogok azzal... Nem fogom azért újrakezdeni az egész kibaszott pályát, csak azért, mert ott van egy titok. És akkor ide jöttünk a kék kulcssal. Megvan a piros. Piros kell... Basszus, hova? Mert az egész pálya piros. A piros meg itt van a kiárat mellett közvetlen. Kiárat, ami meg itt található. Hát csak így lehet kijutni, hogyha megvan a piros kártyák. Jelen. Akkor ezzel felemeljük ott a platformot. Igen. És így tudunk kimenni. Jó. Bassza meg magát ez a pálya. Eddig ez volt a legszebb. Ja, hát nem lett meg az utolsó, de szóval annyi időt eltöltöttem bele. Rodjon meg. Következő refinery. Nem, hogy ez már jobb lesz. Na, már zene jobb. Ez a pálya legalább csak 6 titkunk lesz. Ó. De szépen ki lehet innen lőni őket. Jaj, ti is itt vagytok. A ti elsőbséget... Sok küklopsz, vagy mi ez. Hogy a francba tud átlőni azon rácsal? Mondjuk... Én kérdezem. Meg te is itt vagy, pofámban lövöldözöl. Ez mi? Egy kis sima oszlop. Na. Hol is tartottunk? Ja igen, innen látni, hogy ott a kijárat. Meg közvetlenül a bejáratnál van a kijárat. És érdekes. Megyek, és kicsinálok mindenkit a penébe. Jaj, de sokan vagytok.
inni. Pusztulj! Vannak. Jó, na. Azt mondja, hogy ózik berzerkes. Ezt nem beszélöm fel inkább. Jó, szóval. Ez merre vezet? Na, ide. Szóval gyorsan vegyük fel ezt. Aztán siessünk. Itt eljünk erre, egyenesen. És valahogy itt kell lennie. Szépen felrobbant. Üdvözletem. Aha, itt is van a titok. Az első. Pontosan itt. Itt található a kék kulcs is. Aztán jönjünk erre a részre. Várjunk. És ez volt térkép is jelzi a titkos ajtókat talán. Ja. Ez is egy titkos rész. És egy titkos résznek bizonyul. Hiszem. Nem, ez még nem. Milyen udorítók ezek a szobrok, vagy mik? Ezzel jó körbe öntöm. És ide kell a kék kulcs. Érhetetlenus. Valálunk. Na itt. Jaj, de jön megint egy stroboszkóp szoba. Nem adom az ilyet. Szeretem az ilyen stroboszkóp szobákat. És ide kikötöttünk megint. Ah, és ide, itt tudunk eljutni itt a kiállathoz. Itt látom egy titok, ahol állok itt a... hát... szennyezett víz mellett nem messze. Inni. Aztán nem menjünk arra, hanem itt látom egy titok. És itt a stroboszkópos szoba után itt megállunk, és akkor itt eljövünk ide erre. Itt felvesszük, ez egy újabb titok. És az utolsóval itt egy láthatatlan köcsög.
Talán meg is van. Jó. Szóval és itt van az utolsó titkunk. Mi? És ezzel minden jól csináltunk, akkor megvan a 6. Kiállatlan szintén majd láthatatlan szarházi. De most már itt az ideje, hogy nézd a helyet is. Egy szerencsére nem volt olyan szörnyű, mint az ikás. Jó. És akkor következő a Deimos Lab. 10 titkunk is lesz ezen a pályán. Az első az közvetlen itt lesz a kezdésnél. Látszik, hogy melyik itt egy kicsit zöldebb a fal, meg itt világít. Fény. Jó sötét. A pályán már mondjuk alig hallatszik a zene. Nem, hogy hol a felakasztól. Na, elfogytatok már. Miért baszott távolra tud lőni ez a soti hihetetlen? Na, második titkunk az... el lesz. Ezt leresztjük, itt felmegyünk. És... itt erre. Ahogy neki ereszkedni ennek a... Dehogy. De az anyag, hogy ennek, hogy le kéne ereszkedni ennek a platformnak. De szerintem ide kéne egy koponya. Elég, hogyha... na... koponyák. Elég, hogyha ide állunk, és akkor ereszkedik le az oszlop. És amúgy ez a computer olyan map, hogy térkép alapból van, csak ezzel így felfejlesztjük, tehát ezzel mutatja a teljes térkép. Mert úgy megy ez a térkép felfedezés, hogy amerre megyünk, arra így szépen felírkálja magát, meg így jelennek meg. Tehát a szürke helyeken azokon még nem voltunk. Akkor induljunk elfele. Ez egy jó, hogy itt ilyen takony van. Kíváncsi, hogy mi lesz majd a boss a legvégén az utolsó pályán. Jó, mi az, hogy internet szoba? De nagyon kék gyal. Ez miért világít? Aztán nem is lehet. Ójjaj! Ezt nem akartam. Hú! De legalább megpusztult. Ezek a szatírok nagyon veszélyesek. Ide kell lesz majd a kék kulcs. Nem te, nagy paradicsom. Húsgolyó. Ezt a következő titkunk az er lesz itt bent. Csak... nem tudom, miért nem emelkedik fel. Ja. Elég megölői? Vagy mi? Mindegy.
Itt van a titkunk. Pusztuljatok, démonok! Te húsgolyók! Mik ezek a szemek itt? Creepy. Figyelnek. Következő titkunkhoz, itt ahol megöltem a szatét, ide kell jönni, megnyomjuk a gombot. Följünk, megvan a kék kártya. Ezt megnyomjuk. Teljünk erre. Vigyázzunk, hogy az kéne lapítson minket. Ú, bassza meg! De a szemed közepébe! Sokat bír a... Jós pofád. Egy creepy itt a fal. Jó. Na és akkor azt ott fel kéne venni. Óvatosan. Ezt felvesszük, és aztán oda leessünk. Így, na és akkor itt felfedezgetünk. Aha. Ez lenne egy titok. Nem tudom, miért nem adta be. Na, ez is egy titok. Következő titkunk az itt található ezen a savos mezőn. Annyi, hogy körbe tenni kell egy kört, de azt hiszem ellentétes irányból, nem tudom, de az annyi, hogy egy kört kell tenni, és akkor ott kinyílik az a fal. Rengeteg démon jön ki abból, még láthatatlan is. Jó, és következő titkunk az már nem itt lesz, hanem tovább. A kék szava itt van. Na ez meg vörös lett. Nagyon jó. Kékből vörösbe. Ott a sárga kulcs. Aha. Egy csapda is volt egybe. Ez úgy egyből szerintem instant halál, hogyha az rám esik. És szépen összezúz. Jó. Akkor induljunk el mondjuk errefele. Vajunk. Már nincs egy titkos ajtó, azt hittem. Semmi. Gyanús. Jó, na a következő titkunk az, hogy ide leugrunk. Szépen, ez ott fel van fedezve. Ezt itt kinyitjuk. Aztán azt ott felszedjük. És erre jövünk. Ó! Oh! Kemettem volt, de ezzel megvan 7. A többi az menjünk tovább, és hosszám itt, erre, oda át, és ezzel megvan egy újabb, francos, megvan felvenni. Nekem az a páncél kell, köszönöm. Jó. És
Ó, bazd meg! Szar vigyázz bár bennem! Tempem fel a fáradt! De tehát annyira csendes minden, és akkor hirtelen puf, lejomlottam a pofába egyből. Radjatok meg. Ezt nem lehet kinyitni. Viszont akkor menjünk erre. Na itt is van, itt vagy menjünk a folyosón. Plasma gun. Szóval az ott... Ja, hogy ezek aludtak, vagy mi? Ezt felkeltettem? Majdnem te. Hús, golyó. Ott van egy kapcsoló. Ott volt egy kapcsoló, nem tudom mire. Ja, hogy ezzel vissza lett. Engedni. Hát akkor bekapcsolom, még hát, ha jól jön. Basszus. Na, szóval nem is tudom visszaengedni, nem mindegy. Melyen hús golyó. Husika! Azt a kurva annyian vagytok! Jesztus! Egyszerűbb, hogyha ezeket a csiga lépcsőket, hogy jövünk folyamatosan benyomjuk, és majd mikor kijön a sok szatír, vagy mi a franc ez, démon, akkor ide beállunk, és akkor lelőjük, mert ez rengeteg volt. Szerintem ez a legjobb taktika így. Azt mondja, hogy... Ez most miért emelkedett fel? A fasz ezt szórakozik velem? Tudom, ezzel mit nyitottam ki. Na, a lényeg, hogy oda kell menni a teleportba. Milyen creepy ez? Azt a rohadt. Durva. Jó, és akkor azt hiszem ott oda kell menni. Igen. Ezt megnyomjuk. Ezzel visszateleportálunk ide. És aztán újra be. Ott a kiárat, de nem nyújjuk meg, hanem csak ide jövünk, megfordulunk, és akkor oda kéne valahogy menni, azt hiszem azzal a teleporttal. Nem. Akkor csak, hogyha kinyitjuk. Aha. Bazd meg! Majdnem meghaltam. Inkább csinálok egy gyors mentést, mielőtt tényleg megpurcanok. Szóval azzal, hogy kinyitjuk akkor az ajtót, azzal szépen ezt felkaphatjuk, és ezzel megvan 10x10, és mindent felszedtem, kiváló. Fű, hát azért ez se kutya ez a pálya. Nagyon. Demon Slab. Hát amit ezzel szenvedtem.
Na, és következő akkor a Command Center-t fogjuk folytatni. Na, de innen fogom folytatni majd akkor a következő részben. Úgyhogy, ha kell tetszett a videó, azzal találkozunk a folytatásban. Sziasztok!